135 éve kezdődött, 1888-ban a nagyszabású külső felújítás, ugye az akkori statikai problémák orvoslását szolgálta volna, illetve 130 éve, 1893-ban kezdődött az a nagyszabású belső felújítás, aminek köszönhetően a belépőket az a templom belső fogadja, ami, ugye, amit most láthatunk, ekkor készültek a színes üvegablakok, illetve a díszes falképek. Tehát ezeknek a jeles évfordulóknak a mentén fogjuk áttekinteni a Szent Teréz templom történetét, amire azt hiszem, hogy igazán büszkék lehetnek a szabadkaiak.